A Zombor melletti Monostorszegen hagyományosan november elején tartják a torták, sütemények és mezőgazdasági termékek bemutatóját, amelynek egyik célja rámutatni a nagyrészt munkanélküli falun élő nők konyhaművészet terén produkált tehetségére, képességeire. Az eseményre a környező települések nőszervezeteit is meghívják. Nem mindennapi látványt nyújtanak az édes és sós finomságok, amelyek készítőiknek akár megélhetést is biztosíthatnak. A Vezzán ügyecskező asszonyok immár negyedik éve, tehát amióta az a kiállítás tart, a vásár, azóta jelen vagyunk. Igyekszünk a tradicionális süteményünkkel jönni, tehát ez a dobostorta, a vaníliás koszorú, azon kívül ananásztorta, az almás vite természetesen, ami nagyanyáink hagyatéka, akkor a prója, kis kockák, azon kívül a sörkifli, és minden olyan, amit a nagyanyáink valamikor régen készítettek, azokkal igyekeztünk jönni. Az idei rendezvényt jelenlétével megtisztelte Miroslav Vászin tartományi kormányalelnök, gazdasági és foglalkoztatásügyi titkár. Mint mondta, a tartományi támogatásnak köszönhetően az elmúlt évek során Vajdaság szerte 400 nőszervezet alakult, közülük legalább 250 a falvakban működik. És ennek egyik legjelentősebb eredménye, hogy a hölgyek felismerve tudásuk, képességeik értékét ma már találékonyabban oldják meg a munkanélküliséget, nőtt a vállalkozói szellem.